Ja, sziasztok! Üdvözlet innen a Hung Expo elől. 29-es villamosnak a nyomait kutatjuk. Itt van velem Zolkó és T-Rex is. Sziasztok! Úgyhogy most majd megyünk felfedező túrára, és keresgéljük a hóban a vágányok nyomait. Kapjuk el! Hoppá! Ez szili. Hát ez egy gyors vonat, igen. Valami. Egy gyors vonat, 25 per órával érkezik. Kőbánya teher, tehát itt valószínűleg a 100-as vonalról jött, egy Szeged Intercity például lehet. Igen, de viszont nálunk azért... Csékként itt ment egyébként az a 29-es villamosnak a... Tehát itt egy hudokvágány volt, itt fordult vissza, itt jött az Expo térig el. De egyébként itt vannak a sinek valahol, csak a... Igen. Nem nagyon látszik a húba, de ott van, igen. Itt van, mi? Tehát... Megette a föld. Hát ennyi, igen, tehát itt valamennyit látszik a vágányból. Kitúrtam. Lapáttal kéne jönni így újra. Ez egy úgymond szájvonala volt a 37-es villamosnak, ez a kis hurok, amikor rendezvény volt az Expo téren. De a BMW még idején például a 29-es járattal jöttek ide a keletitől meg a Blahától a villamosok. Még Szegecselt oszlop. Valószínűleg 29 meg 29Y járat volt, és az egyik a keletitől jött a másik meg a Blahától. Nem mondd, majd már most csöstöledik, pedig még csak 3 óra van. És utoljára 1996-ban volt itt kiszolgálás, akkor 100 meg 100Y jelzéssel jöttek a csatolt villamosok a BMW területén. Szeretem mindenkinek. Hát aztán 1997-ben már nem rendelte meg a BMW a szolgáltatást, a BKV magától nem indított el. És még ugyanabban az évben úgy tudom, hogy annak az évnek a telén valamikor ellopták a felsővezetéket. Ja. Hello. Ja, közben T-Rex is videózik, de igyekszünk egymást nem zavarni. Szóval akkor ott tartottam, hogy valamikor utána ellopták a felsővezetéket, és azóta nem is járt. És később a 37-es felújításánál a váltót is kiszedték. Viszont a helyét azt meghagyták, hogy bármikor visszaépíthető. És nézzétek, hogy itt van. Itt volt a belső hudok. Hát valahol itt is volt egy váltó. Ott igen. Na igen, itt volt egy váltó, hogy a belső hudokba itt lehetett bemenni. Igen, és pont középre ment mindig az ilyen. Most néztem meg igen. A váltónál, direkt úgy van utoljára hagyva, hogy pont a középső váltóba ment be a... Ja, igen, ott, igen. Az a középső váltóba. Igen. Nézzük. Mert ennyit tudok, hogy a váltó direkt úgy van állítva, akkor viszont úgy... Arra ment utoljára a villamot. Ja, és igen, és ott a váltó. Nem ezt takarítsuk, de valamelyik ja. A váltó. Jó, oké, akkor ezért T-Rex takarít. Ja, egyébként ezért... Igen, ja, igen, egyébként ezért T-Rexet már ismerhetetitek, az X-Men Fezens csatornától van. Csak azt ilyen nehéz kimondani, ezért nem mondom ki mindig. Igen, nem akarom azt, hogy nagyon kidörjön a nyelvet. Ja, hát igen, de Zolit meg Zolkó 79 néven megtaláljátok a YouTube-on, de majd belinkelem a csatornájának. Iratkozzatok föl, és iratkozzatok föl Zolira is, már persze. Már is már 6 feliratkozó van. 6? Igen, abból 2. Az egyik én vagyok. Igen, az egyik te vagy, a másik a T-Rex. A T-Rex, igen. Na. Meg az X-Men Presents, hogy feliratkozott. Van még azon kívül 2, ami a BKV, valami... Közlekedési videók? Azt hiszem igen, az. Az, igen. Az egyik, meg a másik. Van egy másik is, de az most nem tudom annak a nevét. Dani, mennyit fizeszek, ahogy a fölmászok rá? Hát és sem ennyit, de... Vállalkozó szellem vagyok. De a 104 ingyen van, hogyha azért leesel. Jaj. Gyere, Zoli! Mássza! Jó van, na de itt már szűk. Oké. Okay. Mennyire vagyok magasan? Elég. Hát, de még mehet. De még mehetsz egyébként, van ott még hely, csak... Már nem fér be mind a két lábam. Csak ne esél. Befér. Csak ne essél le. Nem fér be. De befér. Nem merik, már nagyon szűk. Az a baj, hogy a lábad 40-es a cipő, meg 45-ös. Lábszakal együtt. Érted? Jó. Vagy le kéne néha vágni a körmöt, nem? És akkor nem kéne két számban nagyobb cipővéret. Jó. Hármas a lábam. Na jó. Humor. Uh-huh. Hát most nem azért jöttünk, hogy humorizáljunk. Onnan már nem lehet olyan nagyot esni, úgyhogy... Na, Dani, most te jössz! Na gyerünk, Dani! Hajrá! Felsőzetig tartó oszlopvászási világrekordot. Na, kísérelnek. Sokkal idősebb a Dani, mint te. Igen, de ő is addig mászott, mint én. Jó, de azt hiszem belakadt vagy valami. Nem, hanem egyszerűen tovább nem írod rakni a lábod, mert nincs elég hely. Fotóhelynek mondjuk nem rossz. Hely! Egyébként miért van az érzés, hogy keresztrácsosan tovább bírnék mászni?
De azon több a hely. Na mindegy. Egyébként a másik csoda, hogy ugye ezek nem szürke oszlopok, hanem zöldek. Vagy a villamos játában szürke. Tessék. Kettős hudok volt, tehát így jött, igen, hát onnan jött be a villamos, és akkor itt tette egy kört a hudokba, és ott ment vissza. Aha. Erről van még, nem? Tehát ott egy kétvágányos leágazás volt. Azért csodálkoztam, hogy ott arra is lehetett, meg itt lehetett. Hát így, de... Egy picit megjettem, mikor ide jöttek a rendőrök, hogy akkor most lehetettóztatnak. De most volt egy belső hudok, ami csak tárolás volt, ott csak tárolták a villamosokat. Akkor ide megyünk. Tehát hát ott is van egy felső nyitott oszlop. Na de ez például mit keresett itt? Tehát, mert ott is volt sín. Ott nem. Ezek szerint? Mert azt nem hiszem. Várja, ott egy otthon. Lehet, hogy ez a kettő között volt. Itt a Ivani Szidek azért itt volt a két vágány, tehát a belső hudak is ide jött vissza. Mi azt mondom nekem, hogy mit keres egy felső hudatig tartó? Hol? Tudom. Szerintem ott... Nem ott megy át a Fehér... Ja, de még az nem volt villamosított, mert ott van egy vágánya még a Fehér úti járműtelepről megy be Kőbánya Teherre. Nézzük már meg! Tehát még az lehet. Picigép. De... Jöflor. De az úgy tudom, hogy nem volt villamosítva az a vágány soha. A héves az villamosítva volt. Tehát itt látjátok itt... Kérdés, hogy kidomborodik a sín. Az nem sín, nem? De hát itt azért a... Ja, itt van most. Annyi hó még nincsen, hogy ne látsz, hogy hol vannak a vágányok. Ha. Úgyhogy nézzük, hát ez a... Hát igen, ez az egész hudok jött így. Én mindjárt jönnek oda, amikor kis buktak. Ezt a két oszlopot belül nem igazán értem, hogy itt... Jó, ez szerint itt is lehetett vágány, vagy ez csak itt valami... Szekötő lehet, hogy csak valami betápvezeték ment itt. Lehetséges. Minden. Mert maga a hudok az így, tehát... Jani, a legfőbb kérdés azok, mit keresett. Ja, igen, hogy az szemben is van ott egy oszlop, és hogy az, hogy került oda. De arrafele meg nincsen sín, az még a másik iparvágány, ott is nagyon messze van. De ott is van kint egy. De nem lehet, hogy... Abban elég hosszú a kár. Volt itt egy összekötő? Valami egy másik? Nem, de hova? Vilós, amit hát ha abban volt beleépítve, de elég. Mi az a téglagenyó ott? Mi épület volt itt? Volt itt megálló bódi vagy bármi? Nem hiszem, szerintem itt még tartózkodó sem volt. A hova fagyba állták? Vagy lehet, hogy ebben volt beleépítve egy vastag? Hát ez itt minden esetben itt van valami. Extra. Ja. Merre fordulsz? Én csörgöttem a csin. Ja. Ki vagy? Na, felemeljük, hogy... Régi BKV szignál. Nekem is az van egyébként, hogy... Ezt legalább betesszük a videóba. Ja, ez ebben a videóban. Zolinak csodag a telefonja BKV szignállal. Zoli meg ott. Közben itt vagyunk a hudokvágány végénél valahol, és akkor ezt nézzétek, itt, ez itt peron. Tehát valószínűleg, viszont ott egy oszlop, meg ott egy oszlop. Meg ott egy oszlop. Meg ott egy oszlop, tehát itt lehet, hogy itt volt egy vágány így valahogy, és az annak. Bár igazából nem tudom elképzelni, hogy mitől, ezt majd a fentről.hu meg kell nézni, ezt majd az éjjegyzik, akkor a fentről.hu nézzük meg, hogy lehet, hogy volt itt egy sín. Meg az a két belső. Az biztos, hogy itt a hudokvágányok voltak, tehát a külső-belső hudok. Az egyértelmű, hát ott még látszik is a vágánynyoma még így a hó alatt is. Tehát ez így ennyi. Úgyhogy majd még azért megnézzük a csatlakozó vágányt, meg a királyvágánynál a vágány átszelést, mert az, ami még érdekel. Megvigasztott egy pár oszlopot, mely nem biztos. Mert még itt is van, meg ott is vannak ilyen oszlopok. De az már ott van, ott... Egyébként már a fangja se járhat itt a villamos, nem? Tehát ez már balesetes. Hát belóg az űrszelvényben, meg rálógna a vezetékre, de nyilván a fát azt meg lehet gajazni, hogyha hagyja. De az lenne a legkisebb probléma, hogyha újra fel akarják venni itt a forgalmat. Ez a nagyobb probléma. Még igazából a hudakvágányt is valószínűleg megszüntetnék akkor, ha nem lenne egy sima végállomása, ahol, és akkor visszafordulna. Hogyha újra felmennék... Hát igen, valószínűleg akkor a hudakvágen se üzemelnék be úgy, ahogy régen volt, hanem csinálnának ott egy váltót, és akkor vissza tud fordulni, mert két villamosot tud állni. Viszont az a kettő, ami a kilóg, az nem a betárnak a maradéka?
Az viszont lehet, és ha itt megnézed, itt előttünk van az, hogy ez a neti villamospálya. De ez miért van lezárva? Hát ezt később építették ide, amikor megszűnt a villamos. Azt a vágányzárót? Hát ez nem vágányzáró, ez egy sima korlát. Hát de ezt ki lehet nyitni, ott a másik oldalán ki lehet nyitni a sorom. Ez nem lehet. Nem, ez egy, ez látod, be van szegecselve, ez egy sima vágány, ez egy sima korlát, ez semmit az a villamoshoz. Erre mondtad, hogy kijönnek, hogy ez kinek fáj. Igen. Akkor itt van maga, hát itt jött a 29-es villamos. És hát látszik, hát az az oszlop, akkor nyilván az arra szólt, hogy a felső vezeték itt volt. Mert itt jött be a pálya. De ez volt az, hogy az utolsó évben, mikor itt villamos járt, még annak az évnek a végén ellopták a betárvezetéket. Ott egy szili. Ja. Az autó a Szegedi gyors van az. Igen. Úgy nekem is nem. Igen. Igen, az egyik kérdés. Egyébként ott van egy oszlop, az a vasúti, vagy a villamosi? Az már szerintem ott a... Az még a villamosi az adosdás. És mellette van még egy felsőzeték tartó, és kettő azt van egy vasárat. Na, menjünk, nézzük meg a többit. Tehát ott, amit ott T-Rex nézeket, az egy oszlopcsonk, ott a... Hát itt volt a villamosok a felsőzeték tartó oszlopban, viszont ott egy jelző, amik már van a nagyvasútnak a fedező jelzője, mert a királyvágány is itt van egyébként, ami szintben keresztezett a villamos. Jaj, mert megjött a faj. Tehát itt az úgynevezett királyvágány, amelyik a 120-al meg a 100-a vonalat köti itt össze. És itt volt egy színbeli kereszteződése. Itt van, nem van zárva. És itt van egyébként. Itt is van egyébként oszlopok. Hát persze, hát itt felsővezeték tartó oszlopok voltak. És nyilván itt ez a kétágú oszlop. És ez a vágányzáró sodompó, ez már a királyvágány fedezi, ami egyébként ott jön, tehát az arra van, itt látszik. Ezt a sodompót, hát én inkább megkerülöm. Látod, hogyha visszatérsz a Pesztent Imre felsőnél, itt ilyen akkor ilyet lehet találni. Így ennyire. Igen. És ez viszont egy oszlopcsonk, ez a villamoshoz tartozott. De ez is kétágú, ez nem a... És akkor ez... Ott is van egy. Egy pillanat. Akkor ezt így mindjárt levünk itt egy képet. Ali, mit csinálsz? Hol éppen halálnak vagy. És akkor itt volt, igen, hát ez itt a két villamos vágány, hogyha itt látod. Igen, és itt van a vágány átszelés. Király vágánynál. De már kiszedték sajnos. Igen, na ennyi volt itt, kiszedték, viszont itt... De ami még itt... Ott a váltó, nem? Az szét van, de szedve van. De ami még külön érdekesség volt, az lesz, hogy itt volt ez a két vágány, ami a régi 29-es villamos. Felsővezetéket is kereszteszte, és akkor itt azt látjátok, az most is megvan, ez a nagyvasúti 25 kV-os váltóáramos felsővezeték, ami itt van. Viszont a villamos az 600 voltos egyenáramban működött. Dani? Ott jön egy vágány. És ezt úgy oldották meg, itt egy egyedi megoldást találtak ki, hogy... Az ott mi? Hogy itt volt egy ölház valahol itt Kőbánya terepnél, azért lehet meg is van itt Kőbánya terepályaudvarnál, és ott tudták átkapcsolni a két áramnemet, tehát hogyha vonalt jött, akkor azt kapcsolták be. A villamos üzem volt, akkor meg 600 voltos. Az egy trax egyébként, úgy mellékesen megjegyzem, az egy trax. Azt látszik. És egy nyíregyházi vagy egy Debrecen Intercity. És jól látom, hogy nagyon ritkán használják ezt a szintet. A királyvágányt azt ritkán használják, de használják, ez használatban van, ezt tehervonatok használják. Dani, egyébként, hogyha már nézed, villamos jön, egy egyenes, az egyenes. Ilyen holt vágány konkrétan, ott is végén van, meg ott is. Nem, hát ez a besatlakozik a 100-as vonalba a királyvágány, ott pedig fönt, ott felmi a töltésen és a 120-ába Kőbánya. Kőbánya felsőnek az első vágányába csatlakozik be. Itt még megvannak a talpák, sincs a rostul, minden estül. Hát ez megvan, ez egy üzemelő vágány, ami most sétálsz. Nem, ezt mondom neked, hanem ezt is. Leemelték a sintulakon. Hát annyi, hát itt és sint is loptak, nem csak ezért. Nem kiemelték, hanem fogták a... Hát meg is szerintem itt egyébként ez eltételszerű bontás volt, mert itt ilyen vágány átszelés volt, és kiszedték az átszelés, és folyóvágányt raktak be ide. Hát itt van. Mert ez volt a üzemelő. És ott megy egy 37 A. Hát egy handus ott megy fönt. Egy banán. Annyi kalusz, nem már 2-8-szorosok mennyi van belőle. Igen, és egyébként itt van mellettük a Kőbányai Trolligadás is, ahol azért elég sok kalusz van. Az a töltésre egész jó be lehet látni egyébként. Felmegyünk oda a hídra. Akkor azt megy, ezt... Dezíró. Hát az egy Dezíró, az megy Lajos Püzsére. Zali, nem mész haza vele? Dezíró. Dezső. Vagy Tampon.
tampon. A másik persze nem a tampon, csak nézd rá. Egy használt véres tampon. Meg ezért... Nem, ezt nem tudtam, hogy használt véres tampon. Meg az utolsó 8-at, amit a gödögöktől vettek meg, az meg a Desirosz. A 23-tól a 31-ig. Én mert... tudom, hogy csak Benzsőnek. Most azt nem tudom, hogy az ő súlya, vagy az ő súlya 70,4 tonna. Hát az összesen sem annyi, mert a tengely terhelése az más, tehát az nyilván kisebb. Itt nyitva van a sorakot, érdekességesség. Hát ez nyitva persze, hát ezt már régóta nem használták. Várj, de itt hova lett a... Közben akkor itt sétálunk föl a... lezárása, ugye itt is felhagyott. A régi 29-es villamos mentén, de... Erre én még előtt voltam, nem tudom, de itt a... Sideket betemette a hó meg a föld. Én voltam már erre. De itt nyáron se látszik sokkal több a sivekből, azt elárulom, mert... Na, talált sivek. Itt van, szóval itt megvan a vágány most. Ez az egyik, de... De a másik meg az itt van, mert... A másik az valahol is sétálok rajta. Igen, pont rajta. De azt már, az még jobban betemettem már a föld. Megette Jani bácsi. De meg itt elnéztek jobbra akkor a régi mávszabványuk őkerítést is látjátok. Mint a 65-ös villamos, te mennyire rosszak. És itt vannak a felsőfeletei tartó oszlopok is, tehát itt azért látszik, hogy hol mentek a sinek. Hát itt is van. Igen. Ez megint csak kétágú, akkor ez a mávé. Ez már azt a máv rakta ki. Hát igen, nem? De hát ez biztos, hogy a villamos év volt. Hát tehát lehet, a mert a nagyvasúti pálya az ott van, és a fölött még most is ott a dót. A gyerekek, várjatok, most fogok, most fogok. Ja. Ja, meg közben itt igazoltattak a rendőrök, hogy nem mászkáljunk a sinemmel veszélyes, de hát aztán... Király, vágány, nem szólt mászkálni, jön a vonat! Valószínűleg nem tudják, hogy itt már több mint 20 éve nem jár villamos, meg hát akarna se tudna, mert kis felsővezeték. Az én nézőimnek is jól légy szíves. Szóval, hogy a készenlét is rendőr bácsi, ránk tapadtak, hogy... Ja, hogy a 29-es villamos sinemmel nem mászkáljunk, mert veszélyes. Úgyis nem csak villamos, nézzek, jön egy így hol. Ígység. Ja, igen. Ja, meg egyébként is felsővezeték, tehát még akarna se tudna jönni erre semmi. Meg kiszerelték a váltókat is azért odafeltről. Tehát föntről sem tud jönni, mögülünk se tud jönni a villamos, úgyhogy szerintem itt... Majd mindjárt meglátjuk, hogyha felértünk a töltésre, hogy ki van szedve a váltó, tehát viszont ott akar se tud jönni. Viszont majd Daninál vagy Zolinál fogjátok látni, mert én lemerülök, ja. Éppen, mert 5%-on vagyok, viszont ezt a jelzőt meg itt megmutat, nem? Na, akkor mert itt van hozzá a fogadban. Ja, hát ott van még egy jelző, igen, azt még megnézheted. Na viszont ez tudja, hogy villamos, hogy ugye ezt kerestem. Na és ezt nézzétek, ez meg egy hűtőtáska? Ja. Jóféle. Anyád van belé. Az a sör? Az egy sör. Nem már lehet. Ez nem. De figyelj, ez jégbe fagyott, lehet, hogy még elár. Nem. Már az üres. Kék áfonya, az nem is érdekel. Azt hittem legalább sör van benne. Legalább sör van benne. De valakinek esetleg egy hűtőtáska, vagy a szalonúj állapotban. Van benne jég is. Hát nem sincs hát itt kapva. Jég is van benne, tehát ez simán hidegen tartja a sört hazáig. Van benne a hát ennyi igen, tehát itt már... Tehát vigyázz a dőr a villamos! Már közelítünk a végéig. Na, itt van egy fedezőjelző, megint csak. Igen, az a királyvágánynak volt a fedezőjelzője, bizony. Azt jól mondod. Tanultam tőled valamennyit. Összes. De... Várj, másik szabályszak. Ne játszás, ilyen jön a villamos. Itt már nem fog villamos jönni. Várj, Zoli, vigyel, kanyarba, ültsé, feküdj! Na, közben megérkeztünk ide a töltés végére, és amit itt láttok, értek, hogy itt volt a váltó, meg itt volt a leágazást, és a váltókat már kiszerelték, látszik, hogy nincs itt benne, viszont a helyét igen, meghagyták. Itt van a meg még itt a kereszttartó, itt is megtalálható. Ez, hogy körülbelül egy olyan három, vagy ne, a fasz három, olyan 5 vagy 6 éve újították itt fel a vágányt, és akkor szedték ki a váltót. Megint gyönyörű állapot van. Viszont... hol volt ez a bódé? De a helyét meghagyták. A váltókezelő bódé. De az ott egyébként ez a kis kiágazás? Nem hiszem, mert itt nem félt volna el, viszont itt már óvatosabban legyél, mert ez már egy üzemelő. Tudom. Ez már tényleg egy üzemelő villamosvonal. Igen, óvatos. A 37-esben, bár ilyenkor nagyon ritkán jár hétvégente. Egyébként ott van egy rácsosztottnak a csomkja. Viszont ugye itt azt látod, hogy itt jöttek a sideg, és itt csodlakozott be, és ezt itt ideig teszik, itt kinhagyták, hogy... Le van vágva a sín. Hát igen, hogy ezt így bármikor vissza lehessen építeni, tehát ezt erre gondoltak, hogy...
Hogy a helyét a váltónak a helyét kihagyták. Akkor lesz visszaépítve. Tehát vissza lehet ezt építeni, tehát igazából csak hát akadat kérdése, az manapság ilyenkor nem szokott lenni. Mondani, hogy igazából vissza lehetne, mert direkt meghagyták itt a váltónak a helyet, hogyha vissza akarnak építeni. Tehát itt csak, akkor lesz újra váltó. Csak igazából akadat nincs. Akkor Magyarországon becsődöl. Köszönjük szépen. Hát akkor nem valószínű, hogy lesz, de... De például, hogyha a stadiont építenének mondjuk valahova ide, akkor biztos lenne. Az biztos. Meg egyébként, tehát az most itt nem pénzért... Akkor még vonatot is nem... Hát ez most nem annyira érdekes, hogy rendesen el lehessen jutni az expóra, amikor rendezvény van, mert BMW meg azóta már... Hát amikor ez a villamos még utoljára ment, akkor még csak a BMW volt, ami ekkor nagy tömeget mozott. Azóta meg már van Play-t, meg veterán autó, most nem sok minden, amire érdemes lenne a villamosokat járatni. Mert ezek a villamosok mindig nagy kihasználtsággal mentek. Hát, Bengali nem, viszont ezért, viszont csatolt ícsék, azok mentek. Akkoriban is. Volt itt. Tehát az csatolt ícsé volt, és ez kihasználtan, és nézzétek, hogy ez ma az üzemelőjárat. Ehun a banán. A Hannus érkezik. Micsoda? A Hannus. Vagy a banán. Na most éppen banánozik. Ott fog jönni? Vannak a megálló 36-es? Itt csak átmegyünk? A túloldalt van egy megállója. Igen, éppen banán. Jó, hogy ezért. Igen, ennek három neve van. Hát a teve... Amikor tényleg szindul a következő break versenyen, és már gyakorol. Várja, hol lesz? Azaz! Várja, hol lesz a nevet, miért is hátra sikerül neked is? Na! Megvan! Csak megnézem a GNX-nek a hátulját. Na, tényleg gyakorol a break versenyre. Menjek-e még egy kört? Már menjél! De most már fölvesszük. Majd beküldjük a Kandi kamerába, hogy eltakjolsz. Mit szólsz? Régen volt ez a műsor az RTL klubon, ahol ezért ilyen fejüteket lehetett beküldeni. Úgy megy, mint a kézébe van rúgva. Ja. Én ezért hadsor után egyenesebben megyek. Lehet az a baj, nem ívott még eleget. Hát lehet. Már 4 óra, 7 is mindig világosan. Most elbújt a gazba. Azért lehet látni? Valami egyre lehet. Ja, mindjárt ki a kerítésnek. Nem baj. Jaj. A nap végére csak beindulnak az életek. Ez az. Gyere, igyál, Buksi! Gyere, Buksi! Gyere! Gyere, Buksi, most már megnyitáltam. Kakas kutya voltál. Gyere! Érted? Most én adom egy kis meg. Buksi apa kiszökött. Buksi, ne! Ne csinálj, Buksi! Buksi, ne! Az, hogy adom egy kis megütlek.